Az új kormány megalakításának részleteiről egyeztetett ma a Nemzeti Liberális Párt végrehajtó bizottsága, miután ma délelőtt Ludovik Orbán pártelnök ismét találkozott Klaus Johannis elnökkel. Johannis várhatóan holnap bízza meg Orbánt egy új kormány megalakításával. Valamennyi olyan parlamenti erővel egyeztetnek, amelyek megszavazták a bizalmatlansági indítványt egy új kormány felállítása érdekében. Nyilatkozta ma Ludovik Orbán, liberális pártvezér, a Pennelé vezetőségének ülése után. Noha kifejtette, hogy még várni kell az elnök döntésére, nem rejtette véka alá, hogy a kormányzást készítik elő, ehhez pedig minden potenciális partnerrel egyeztetni fognak. Arra a kérdésre, hogy mi van, ha a lehetséges partnerek feltételei ellentmondanak egymásnak, Orbán szerint egyszerű a válasz. Ugyanakkor mindjárt ellent is mondott saját magának, hisz támogatásáról biztosított egy olyan törvénytervezetet, amelynek az elutasítása az RMDSZ egyik feltétele, hogy támogassa a kormány beiktatását. Normal că nu pot să includ în programul de guvernare lucruri care pot să determine anumite formațiuni să nu te voteze. Természetes, hogy ne foglalj bele a kormányprogramba olyan dolgokat, amelyek arra ösztönözhetnek egyes alakulatokat, hogy nem szavazzák meg a kormányt. A Nemzeti Liberális Párt benyújtott egy törvénytervezetet, hogy a polgármestereket két fordulóban válasszák meg, és mint kezdeményező fenntartjuk ezt a javaslatot. A hírek szerint a PNL és az RMDSZ vezetői ma egyeztetnek arról, hogy milyen feltételek mellett támogathatja a szövetség a liberális kormányt. Az RMDSZ többek között nem szeretne notórius magyar ellenes arcokat látni a kormányban, mint például Rares Bogdán vagy Florin Román, és azt szeretnék, ha kizárólag a költségvetésre és a jövő évi választások megszervezésére összpontosítana a kabinet. Minden túlzás és sürgősségi rendeletek nélkül.